A jégkorong sport Szekszárdon kisebb veszteséget szenvedett el a koronavírus miatt, mint az évszakokon átívelő többi sportág. Korszerű fedett csarnok hiányában ugyanis az elmúlt másfél évtizedben március, eddig volt jég, mindig a zárórát jelentette a lábát megvetni óhajtó szekszárdi jégkorong számára. A nem szeretett szárazföldi edzéseknek kellett áthidalnia az újabb hosszú hónapokkal teli szezon kezdetet. Most is így van. Minden rosszban van valami jó, mondja előjáróban a szekszárdi hokit vezető edzőként 6-7 éve gardírozó dunaújvárosi illetőségi volt élvonalbeli játékos Kakas Krisztián. Októbertől elkezdődik a bajnokság egészen március végéig, ugye az elég hosszú, a gyerekek folyamatosan jégen vannak, minden hétvégén meccset játszanak, úgyhogy erre azért szükséges ez a felkészülés. Hát igen, idén először van ez a helyzet sajnos, hogy bejött ez a vírus, és az egész országba leállt az élet. Amit igyekeznek játékossá, bohókássá tenni a szigorúan kiscsoportos foglalkozás során, figyelve, ügyelve arra, hogy senki más rajtuk kívül ne tartózkodjon a zárt, szabad helyen. Inkább hasonlít az edzés más labda, illetve csapatjátékokra, mint a jégkorongra, de ez is a cél. Idén volt az az első évünk, hogy szerepeltünk ténylegesen a nagypályás országos bajnokságba, ahol az alapszakaszt végigjátszva bekerültünk a felsőházi rájátszásba, ahol igazából hát azon a 4-5 mérkőzésen, amit lejátszottunk, a felét meg tudtuk nyerni, a többi 6 meccsen dőlt volna el igazából a helyezések sorsa. Hát így elmondhatjuk azt, hogy szerepeltünk idén először, ami nagyon nagy pozitívum a Szekszárd életében, főként úgy, hogy jelenleg még kispályával rendelkeztünk, és a nagypályás csapatok ellen tudtunk sikereket elérni. Nem lehet nem észrevenni, Kakas Krisztián szakmai irányításával, remek összhangban az edzőkkel és a szülőkkel, az elmúlt 5-6 évben mind mennyiségi, mind minőségi értelemben szépen halad előre az önálló jégkorong sport megteremtésének útján a szekszárdi klub. Megyeszékhelyként a várostól mi azért nagyon sok segítséget kaptunk eddig is, meg remélhetőleg ezentúl is nagyon sokat fogunk kapni. Ebből a szempontból azért baj a nehezebb helyzetben van, és ők is igyekeznek fölvenni a tempót. A Szekszárd baj a további jó együttműködés bizony magában hordozza annak realitását, hogy az első OB2-es felnőtt csapatot a két város játékosai adják össze, remélhetőleg akkor is majd szekszárdi dominanciával.